Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 70 esztendős az Alba Régia Tánc Együttes. Legendákkal beszélgetünk, legendákról, legendás időszakról, arról, hogy miként sikerült ezt a Fejér megyei népi együttest, Alba Régia Tánc Együttessé tenni, amely Magyarországon, Európában és világszerte ismert és elismert. Vendégem pedig egy legenda, természetesen Knejfelné Vaséva. Szervusz! Szervusz! Tisztelettel köszöntelek! Igen, hát én azt gondolom, hogy aki táncról beszél Székesfehérváron, az alapból tudja, ismeri egyrészt a neveteket, tehát Bogárdi Lajostól Botos Jóskán át, Knejfelné Vaséván át az összes többieket, és én azt hiszem, hogy érdemes visszatekinteni, hiszen példaértékű életpálya áll mögöttetek. Tánctanárként, intézményvezetőként, szakvizsgázott pedagógusként, táncosként, mentortanárként, és meg annyi elismerésben részesült táncosként. És ez nagyon régen kezdődött, ugye 6 esztendős voltál mindösszesen, amikor a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában már volt kötelező néptáncoktatás. Tegyük hozzá, hogy ez nagyon ritka volt akkoriban Magyarországon, egyedi, és én azt hiszem, hogy Karcagi Gyulánénak nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, hogy nagyon sokan voltatok, akiket ő vitt erre a pályára. Ő volt a megtartó erő, a példakép. Hogyan emlékezel erre az időszakra? Hát nagyon jól tudod valóban. Én általános iskolás 6 évesen kezdtem el táncolni, Éva néninél. Ő az a személyiség volt, aki aztán tényleg magával ragadta a gyerekeket. Én nagyon szerettem az ő óráin játszani, és nekem igazából azt hiszem ott kezdődött el a pályám, hogy én másodikas koromban szólót kaptam tőle. Tehát én szólót táncolhattam az egyik kis koreográfiájában, és ez nekem annyira meghatározó élmény volt, hogy abba se akartam igazából utána hagyni a táncot. 14 évesen már az nagy együttesbe kezdtem táncolni, előtte ugye szakkörökbe, és 14 évesen én Ásó Pistánál kezdtem el a Fejér megyei népi együttesben a pályafutásomat. Tehát idején korán kiderült, hogy elhivatott vagy egyszer, hogy tehetséges vagy, hiszen ehhez az is kellett, a másik pedig, hogy nyilván megfelelő szorgalommal rendelkeztél, hiszen ez új volt. Tehát itt gyaníthatóan nem volt példa, példakép persze lehetett, de példa nem volt, tehát meg kellett tanulni mindent. Hát persze példakép nem volt, hiszen még picik voltunk, gyerekek voltunk, én akkor még azt se tudtam, hogy mi az, hogy népi együttes, ugye általános iskolás korunkban. Aztán amikor bekerültem a nagy együttesbe, ott kezdődött el igazán a nehéz munka, hiszen ott már azért olyan nevek voltak, akik sok mindent letettek az asztalra. Én együtt táncoltam Hortobágyi Istvánnal, Bélával, Botos József akkor még táncolt, illetve hát ő volt a tánckarvezetőnk, és hát bizony kellett magunkat csipkedni és szorgalmasnak lenni, hogy elérjük azt a szintet, amit ők akkor már bizony elértek. Tehát egymást húztátok tulajdonképpen. Igen, így van. Tehát olyan nem volt, hogy a próbán valaki áldogált, hanem én, mint kis kezdő, ott a terem végében mindig próbáltam azt csinálni, amit a nagyok, hogy én is ebben minél hamarabb bekerüljek a táncokba. Aztán Vasvár is lettél. Ugye én azt gondolom, hogy az az időszak az úgy volt, hogy a vasvári a sportolókról és a táncosokról, illetve az énekzene tagozatról volt híres, hiszen nem csak a táncosok, hanem nagyon sok énekzene tagozatost ismerünk a mai napig is, akik sokat tettek ezért. Hogy tudtad úgy profivá válni? Hogy lehetett középiskolás fejjel profi lenni? Hát az iskolában valóban énekzene és sport volt. Én énekzene tagozatra jártam. Nagyon nagy szerencsénk volt táncosoknak, mert az iskola támogatta azt, hogyha minket elkértek, kikértek, illetve mentünk szereplésekre. Hát hogy lehetett profivá válni? Úgyhogy rendszeresen jártunk próbára. Minden egyes alkalmat megragadtunk, amikor lehetőség volt pluszot tanulni. Én 16 évesen elmentem Budapestre egy tanfolyamra. Én azt hiszem, hogy én már akkor éreztem, hogy nekem ez az életem. Tehát én ezt nagyon-nagyon szerettem már akkor is. És hát ott kezdődött igazából, hogy 14 évesen én zongoráztam. Engem zongoratanárnőnek készítettek, vagy szerette volna zongoratanárnőm, hogy én is az legyek. És egy elmaradt zongora óra után mentem el ugye a nagy együttesbe. És amikor én oda bekerültem, akkor egyszerűen a szívem az úgy dobogott, hogy én azt majd napig nem tudom elmondani neked, a zenére való együtt táncolás látványa, hát az valami fantasztikus volt.
És igazából engem akkor fogott meg nagyon a néptánc, én akkor kerültem ehhez be. Nagyon nagy elhivatottság kell, hiszen ha belegondolunk, egy nagyon sok ajándékot is kaptatok, legalábbis a kívülálló úgy szemlélte, hiszen abban az időszakban külföldre utazni, ami számotokra megadatott, és én is sportolóként azt mondom, hogy az egészen különleges volt, és olyan helyekre, olyan egzotikus országokba, ahol egyrészt jó hírét vittétek a magyar népművészetnek, a magyar népi kultúrának, másik oldalról pedig megmérettettek Magyarország nevében. Igen, nagyon, tehát minden évben volt egy külföldi út valóban, minden nyáron mentünk valahova. Mi fiatalok ezt nem is tudom, tehát mi nagy örömmel mentünk, nem éreztük akkor még a súlyát. Tehát nem éreztük azt, hogy most mi ott valami nagyot teszünk, viszont tettük a dolgunkat. Szerettünk táncolni, nagyon jó barátságok szövődtek külföldi csoportokkal, mindig megmutattuk, hogy mi mit tudunk, tehát abban nem volt hiány. Tehát mi mindig azt a maximálisat hoztuk ki magunkból, és talán pont ez volt az, ami tetszett másik a csoportoknak is, meg a különböző vezetőknek, zsűriknek, mert aztán nagyon sok helyre hívták utána tovább az együttest. Nagyszerű koreográfusokkal dolgoztál, nagyszerű koreográfiákat táncoltál. Vannak-e olyanok, amelyeket soha nem fogsz elfelejteni? Több is van. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert pont abban az időszakban voltam az együttesben fiatalként, amikor rengeteg fesztivál volt. A szolnoki szólófesztiválokra, csoportos fesztiválokra vitte az együttest Botos József, mert akkor már ő volt az együttes vezetője. És hát olyan koreográfiák, mint Változó hangulatok, amivel nyertes koreográfia volt. Akkor abba szólót táncolhattam, a kitáncoltatás részt, tehát ez fantasztikus volt. Akkor voltunk a futakosárral, tehát abba is szóló volt, abba is táncoltunk. A hipotézisek, Botosnak is, az is a Botos koreográfiája volt. A hipotézisekben egy olyan elgondolást mutatott be a Béci, ami újdonság volt abban az időben. Ott is szólott táncolhattam, tehát nekem nagyon sok olyan élmény adatott meg, ami örökre a szívemben marad, meg az agyamban, mert ezt nem lehet elfelejteni, tehát ezt nem lehet eltörölni. És még egy, hogy a Botos József mellett Pesovár Feri bácsi nagyon sok segítséget nyújtott neki is, nekünk is, és egy tartást adott nekünk, megmutatta, hogy mit, hogyan kell csinálni, tehát én nagyon sokat köszönhetek mind a kettőjüknek. A folyamatos fejlődés záloga, mondom én, a megújulás. Ebben nagyon sokat segített a táncház mozgalom megalapítása, és számodra pedig különleges időszak lehetett, hiszen amikor Sebestyén Márta, Tímár és Halmos Béla tanításait hallgathattad Pesten, én azt gondolom, hogy minden egyes előadás után úgy jöttél haza, hogy valami olyat tanultam, amit soha nem fogok elfelejteni. Ez így igaz. Abban az időszakban ugye ők teljesen mást, újat hoztak. Olyan dolgokat mutattak meg nekünk, ami azelőtt nem volt, nem létezett. Tehát a szabadtánc, az improvizáció, az erdélyi táncok, a különböző tájegységek táncai, és tényleg úgy jöttünk haza minden egyes ilyen előadásról, hogy azt hoztuk haza az itteni csoportnak, és tanítottuk meg egymásnak, és hát nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus volt énekhallgatás. Igen, hát végén már felülettétek az egész Kárpát-medencét, hát tehát ennél gyönyörűségesebb dolog nincsen. Igen. Mondjuk itt a Mezőföldön, és kitekinteni felfelé, felvidékre, délvidékre, Erdélybe, mindenfelé. Mi mindent lehetett megtanulni ezektől a veretes, az előbb felsorolt emberektől, Sebő Feriéktől? Hát például a Feritől, illetve Mártitól az éneknek a szeretetét, hogy hogyan kell énekelni, hogyan kell úgy előadni valamit, hogy az ne csak nekem legyen öröm, hanem át tudjam adni másnak is. Témáréktól, a Sanyitól, Témár Sándortól a táncnak a felépítését, hogy épül a tánc. Mi abban az időben még ilyen ugye kezdő fiatalok voltunk, tehát nekünk meg kellett tanulni azt, hogy van egy építkezése a táncnak. A mai fiatalok azt már ugye, Majos Robiék ezt már így kapásból érzik, tudják, ők is tanulták. Mi akkor kezdtük el ezeket úgy tanulni. Úgyhogy tőlük nagyon sok minden új dolgot kaptunk, amit aztán igyekeztünk mi magunk is később továbbfejleszteni. És ráadásul, hogy milyen remekül csináltad, csak most ez közbevetés, és azért lapoztam egyet itt, hogy ugye 83-85 Békés Csaba Szóló Tánc Fesztivál. Az aranygyöngyös táncos az egy olyan jelzőszerkezet, amit már mindenki ismer és elismer, és azt hiszem, hogy ez egy olyan lépcső,
egy táncos pályafutásában, amit soha nem felejt. Igen, nagyon nagy dolog volt, tehát tényleg nagyon nagy dolog az, hogy eljutottam oda. Bevallom őszintén, az első alkalommal, mikor mentem, akkor sírva jöttem haza, mert nem sikerült. De engem nem letört ez az egész dolog, hanem az inspirált arra, hogy jövő év, tehát amikor következő két év múlva lesz egy újabb ilyen megmérettetés, addigra még jobb legyek. És sikerült is, és akkor így aztán 83-ban és 85-ben is mind a kétszer megkaptam az aranygyöngyöt, ami hát nagyon-nagyon-nagyon szép dolog, és nagyon, nagyon örültem neki én magam is. Az ország legjobb szóló táncosait díjazták abban az időben ezzel. Ami csak megerősíthetett, hogy itthon is alig 18 esztendősen már a tánckarban ott voltál vezető pozícióban Gazdag Bélával. Ez pedig azóta sem sikerült senkinek, tehát ez is bizonyítja a rátermettségedet, tehetségedet. Hogy fog hozzá, mert azért ne feledjük, hogy ez egyik oldalról elismerés és kihívás is. Igen, nagyon nehéz volt. Tényleg saját korosztályomnak lettem a tánckar vezetője. Tehát velem egykorú fiatalokat kellett úgy tanítanom, hogy elfogadjanak engem. Nem volt könnyű. Hála Istennek nagyon jó társaság volt, tehát egy nagyon jó közösség, segítettek, támogattak. Ha valamit nem jól csináltam, mert előfordult olyan, hogy túlzásokba estem, olyankor mindig szóltak, hogy vigyázz, azért ez nem biztos, hogy ez így jó. Tehát igazából volt egy fék is, de ugyanakkor hagytak is. Botos például nagyon szépen hagyta, hogy a saját dolgaimat kiteljesítsem, és azt adjam át a többieknek. Jártunk különböző tanfolyamokra technikákat tanulni. Én azt mindig bevittem a csoportba, az együttesbe. És hát a fiatalok ugye azt látták, hogy én már tudok valamit, és én azt át akarom nekik adni, és ezt így el is fogadták. Mikért gondoltad, hogy tovább lépj? Tehát nyilván jöttek a további tanulási folyamatok, amikor a műsor elején felsoroltam a megannyi titulusodat, abból kiderül, hogy nagyon sokat tettél a táncon túl is azért, hogy az alapokat elsajátítsd, illetve felsőfokon megtanult. Hát igen, miután írtad, hogy ugye megvan a portfólióm is, én akkor szembesültem először vele, hogy Uramisten, mennyi mindent tanultam. Tehát amikor én elkezdtem a tánctanulást, tánctanítást, akkor még nem volt semmiféle végzettségem, kivéve a budapesti tanfolyamot. Aztán elmentem óvodapedagógusnak, azt elvégeztem, utána elmentem a táncművészetire, hiszen én a tánccal akartam foglalkozni. Táncművészeti főiskolát, mert akkor még főiskola volt, annak elvégzése után lettem pedagógus. Tanítottam általános iskolába is, először a Szénatéribe, aztán hosszú-hosszú ideig a Munkácsi általános iskolába, és mellette természetesen az együttesbe dolgoztam. És hát amikor már ugye kicsit, hát nem azt mondom, hogy kiöregettem, de ugye át kellett adni a stafétát, gyerekeim születtek, én akkor hagytam abban a nagy együttesbe való oktatást, illetve táncolást. No, térjünk vissza egy kicsit a táncház mozgalom megalakításához. 1976-ot írunk, ugye Knejfeliniek megalakítják a Max virág után a Max szemet, majd a Tilinkó is megalakul, ott van egy csoda csapat, és ott van a táncház. Helye még nincsen, igazi helye, a körülmények borzasztóak, ezt tanúsíthatom, de ugyanakkor ott van néhány nagyszerű és elhivatott fiatal táncos, és tódulnak az emberek. Igen, ez nagyon érdekes volt, tehát ez egy annyira újdonság volt, hogy szerencsére a fiatalokat érdekelte. Nem tudom, ki találta meg a főutcán a Ciszter könyvtárnak most a része, azt az épületet, ahova bekéretőztünk. Jéghideg volt, nem volt fűtést, mi takarítottuk ki, ablakot pucoltunk, tehát hogy legyen egy kis helyünk, ahova be tudunk menni táncolni, és hát a Tilinkóval együtt Gazdag Béla vezetése, tehát Gazdag Béla és én voltunk a táncházvezetők, mindig felkészülve mentünk oda, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy sok fiatal jött. Tehát sokan akarták megismerni abban az időben a néptáncot. Akkor még nem voltak művészeti iskolák, tehát igazából más lehetőség nem is nagyon volt. Tehát igazából a táncházban tudták elsajátítani ezeket a gyönyörűséges, szép táncokat. Mi kellett ahhoz, hogy az egyénből, aki arra megy, valaki hívta, vagy éppenséggel a saját döntés alapján oda megy, közösség legyen? Hiszen a táncházak közösséget alkottak. Igen, tehát igazából, ha valaki egyszer becsöppent oda, akár véletlenül, akár valaki baráton keresztül, úgy fogadtuk, mint egy jó barátot.
a közös táncolás, a közös éneklés, a beszélgetések, csak leülünk egy zsíros kenyér mellé, el lehetett mesélni a bánatot, a dolgokat, amire szívesen, amit el akart mondani másoknak, és úgy alakult ki ez a közösség, hogy szinte észre se vettük. És ezáltal ő maga is hívta már a másik barátját, jöttek a többiek, és így egyre-egyre nagyobb lett a közösség, egyre nagyobb lett a társaság. És ez folyamatosan ment, nagyon hosszú ideig, miközben egyre magasabb szintre lépett, ugye beszélgettünk a külföldi utakról, én azt hiszem, hogy az példaértékű, ahogy a sikerre, ugye azt készülni kell, meg megélni utána. Tehát ez felelősséggel járt. Igen, hát a készülés az mindig megelőzi. Tehát nagyon sokat tanulunk, táncolunk, próbálunk, hogy az a koreográfia úgy nézzen ki, ahogy aztán azt be lehet mutatni a közönségnek. Külföldön nagyon-nagyon szeretik a magyar táncokat, hiszen a magyar néptánc az egy virtusos, igazán kifejező táncstílus, nagyon szívesen nézik. És nekünk felelősségünk is volt azzal, hogy hitelesek legyünk, tehát hogy stílusosan, szépen táncoljunk, ne az legyen, hogy elmegyünk, aztán csak ott elbohockodjuk a dolgokat, hanem hogy igenis, amit mi csinálunk, az olyan legyen, ami ennek lennie kell. És ezt megpróbáltuk. Ebben óriási szerepe volt, és van jelenleg is a Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak. Én már számtalanszor megbeszéltük, hogy én még emlékszem arra, amikor két csapat volt, plusz az Alba Regia Tánc Együttes, és folyamatosan jöttek, és ma már én azt hiszem, hogy hazánkban az egyik legrangosabb néptáncfesztivál mindenképpen a Székesfehérvári. És ti azt hiszem, hogy nagyon sokat tettetek ezért. Hogy lehet egy ilyen néptáncfesztivált felépíteni? Nyilvánvaló, hogy ezt Majoros Bandiéktól is kérdeztem már, de azt hiszem, hogy te ott voltál az alapoktól. Hát a kezdeteknél igen, aztán középtájba kiestem, mert ugye akkor voltak a gyerekeim, aztán most újra ott vagyok, hiszen azóta is én is nagyon szívesen részt veszek benne. Ki kellett találni először is, hogy legyen egy ilyen. Aztán hívni kellett együtteseket. Első körben ugye a baráti, akikkel már külföldön találkoztunk, tudtuk, hogy jó csoportok, őket próbáltuk meghívni. Meg kellett szervezni. Ez igazából Botos Józsefnek volt az egyik szép álma, és szerencsére talán jól is sikerült, jól meg is valósult. És évről évre készülni kellett ezekre a fesztiválokra, mindig újat mutatni, újat hozni, és hát ahogy mondod is, egyre nagyobb lett azért ez a fesztivál, most már nagyon szépen sok mindennel kell foglalkozni, most már gyerekjátékok vannak benne, gasztronómia van benne, ez a kezdeteknél még nem volt. A fontos neked az elismerés, mert ugye az Aranygyöngyről beszéltünk, de azt kevesen tudják, és sóhajtva mondom, hogy ma már talán lebecsülik, de ugye amikor 1988-ban a szocialista kultúráért elismerést megkaptad, az ma már persze, hogy mosolygunk rajta, de ez a legrangosabb elismerés volt. És ráadásul, ha jelzőszerkezetet elhagyjuk, vagy ha hozzáillesztjük, akkor is ez egy kivételes elismerés. Ez ilyesmi, az megerősítést ad, gondolom. Hogyne, persze ez egy nagyon nagy dolog, hiszen azt nem én kértem, hanem valaki felterjesztette erre. Tehát valaki igazából észrevette azt, hogy én mennyit dolgozom, és én ez nagyon-nagyon nagy öröm volt akkor. Tényleg mosolyogtam rajta, mert ugye ez ma már nem divat, de bizony akkor, amikor megkaptam, nagyon-nagyon örültem neki, és nagyon jól esett. Ez egy rang volt. Így mint van. Ahogy rang, élén állni az oktatásnak. Hiszen ne feledjük, minden iskola, illetve minden néptánccsoport annyit ér, amennyit a mögötte a töpörtyüktől a nagyocskákig, ahogy felépíti önmagát. És ebben pedig óriási szereped van. Szereped volt, és jelenleg is. Én igyekszem a példamutatással. Tehát én nagyon szeretem a táncot, nagyon szeretem ezt a közeget, igyekszem ezt átadni másoknak is. Tehát az egész kicsitől a nagyobbakig, tehát én ezt próbálom megmutatni, megbizonyosítani a gyerekeket róla, hogy ez egy jó dolog, ez szép dolog, érdemes csinálni, és ez egy fontos dolog. Ugye figyeltek a kicsikre, meg tehát valamennyi korosztályra, mennyit változott a gyermek az elmúlt időszakban? Mennyit változott a gyermek és a szülő, teszem hozzá? Hát én körülbelül 40 éve tanítok, 40 év, elég hosszú idő, nagyon sokat. Teljesen más a mai korosztály, mint a régi. Nem azt mondom, hogy rosszabb, más. Másképp kell hozzájuk fordulni, másképp kell velük beszélni, játszani, más típusú játékokat kell velük ma már játszani.
Tehát addig, amíg régen egy falusi gyereknek azt mondtam, hogy fogócska, és az illető így tudta, hogy mit kell csinálni, hogy meg kell kergetni a másikat, a mai fiatal gyerekek már nem ennyire egyértelműen veszik a dolgokat, meg kell nekik mutatni, de ha megmutatjuk, ők is nagyon tudják élvezni ezeket. Mennyit változtak a táncok, a koreográfiák? Gondolok itt elsősorban arra, hogy amikor ti kezdtétek, nagyon kevés táncot ismertünk. Aztán jöttek Martin Györgyék, Folti Jolán, Kallós Zoli bácsi, Botosék, nem sorolom, Pesovár fivérek, tehát nagyon-nagyon sok tánc került elő az egész Kárpát-medencéből. Nyilvánvaló, hogy ez bizonyos fejlődést húzott benneteket. Majd aztán jött egy időszak, hogy ez már mind megvolt, akkor pedig valami mást kellett kitalálni, egy kicsi modernitást, egy kicsit másként. Ez hogy ment nálatok, hogy megy ma? Én nem vagyok koreográfus, én gyerekjátékokat csinálok, de megmondom őszintén, hogy valóban nagyon sokat változott. Amikor én elkezdtem az együttesbe táncolni, még a képeskönyv volt, ez egy ilyen nagyon egyszerű kis táncocska. Aztán ahogy fejlődött tényleg a tánc kutatás, mert ugye a tánckutatással jöttek elő azok a dolgok, amiket aztán falvakra lebontva, személyekre lebontva megtaláltak. Volt egy időszak, amikor a mozgalom elindult a felé, hogy ilyen falvak táncait táncolja, ami aztán már egy kicsit túlzásba is, túlzás is lett. Viszont átalakult egy olyan fajtával, hogy már mondani valót próbáltak a tánccal, tehát elmondani. Néptáncon keresztül valami tematikát adtak a táncnak. Most megint kezd visszatérni az eredeti néptánc, tehát hogy most megint nem a tematika van előtérben, hanem maga a tánc bemutatása, maga a tánc sorrendnek a bemutatása, tehát hogy csak a néptánc tisztán. Tehát amikor arról beszélünk, hogy most ugye láttuk a pávás produkciókat, az is visszatért az eredendőhöz valamelyre. Ez lett a jövő útja? Nem tudom, hogy a jövő útja ez. Biztos, hogy lesz változás, hiszen ez nem tud megragadni egy helyen, tehát mindig változik. Most éppen ez a tendencia, aztán később elképzelhető, hogy változni fog és más lesz. Beszéljünk a jövőről, hiszen itt van nekünk a 70 év, és hála Istennek itt vagytok velünk, itt vagytok közöttünk. Ünnepre készülünk, méghozzá egy folyamatos ünnepre, hála Istennek augusztusig. Mi mindent kell tenni, hogy elégedettek lehessünk, mi kívülállók bizonyos értelemben, és ti magatok is, akik ebben éltétek le az életeteket? Hú, ez jó nehéz kérdés. Hát a kívülállónak igazából talán annyit kell nekünk tenni, hogy meg tudjuk mutatni és át tudjuk adni azt a 70 év, hát azért nem a 70 évet, de az utolsó pár évben, hogy mi mindent csinált az együttes. Illetve, hogy felnőtt egy olyan generáció, akiknek már a gyerekei táncolnak. Tehát olyan programokat kell szervezni, ahol a családok együtt jelen lehetnek. Akkor a műsort, ahol a nagy színházi műsoron részt vesznek a régi táncosok. A régi táncosoknak ugye a családtagja is eljönnek. Tehát igazából ez egy nagyon nagy család lesz így együtt, aki meg tudja nézni az itteni programokat. Hát én bízom benne, hogy mindenki megtalálja magának való kis szeletet, és ott jól fogja érezni magát. Én azt ígérhetem, hogy mi természetesen ott leszünk értelemszerűen, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Azt hiszem, hogy fontos, hogy megbeszéljük kivel-kivel külön-külön természetesen azt, hogy miként élte meg azt a csoda év sorozatot, ami hozzákötötte a tánchoz, és ma is hozzáköti, hála Istennek. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, Kneifelné Vaséva volt a vendégünk, hiszen ne feledjék, 70 éves ebben az esztendőben az Alba Régia Tánc Együttes. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra.